Sziasztok, ez itt a Vec, mellett én Főr Nikoletta vagyok, és itt vagyunk az Optofit Sportcentrumban, ahol az Eszkrima Akadémia karácsonyi edzése zajlik. Az edző egy meglepetés vendéggel is készült, tartsatok velünk! Szervusz Tamás, hanyadik eszkrima karácsony ez? Hát itt Vácon most már a harmadik. Igazából a karácsonyi meglepetés edzésnek nevezzük a dolgot. Ugye mi eszközökkel, legfőképpen eszközökkel dolgozunk az eszkrimában. És ilyenkor, mikor letelt egy év, túl vagyunk a versenyeken, mindenki pihenne, akkor nekünk az a kikapcsolódás, hogy ide hívunk olyan hírességeket, akik valamilyen szakterületen leraknak bizonyos eredményeket. Volt itt két évvel ezelőtt Rajkai Adrián profi boxvilágbajnok, tavaly Gyulcsik Zoltán MMA tréner volt itt, aki egyszerre volt judó és birkozó válogatott magyar kerettag, és idén, mint ahogy lehet látni mögöttünk, Szarájút mester van itt, aki Tájföldön született, Bangkokból jött, és kimondottan Tájbox és Muay Thai elemeket tanított a srácoknak. Miért pont Szarájút mestert hívták erre az eseményre? Az eszkrima, amivel mi foglalkozunk, az három részből áll. Van a botharc, a késharc és a pusztakezes önvédelem. Szarájút mester a pusztakezes önvédelmi résznek, hogyha így nézzük, egy szakértője. Kimondottan ököl, könyök, térd, láb, rúgás, lefogás. Hát ezek Tájföldön nagyon-nagyon hatásos technikák. És azt gondoltam, hogy mivel mi tanuljuk magát ezeket a technikákat, kitekintenénk egy hasonló küzdősportban, mint amit mi csinálunk, de mégis egy szakember segítségével, akinek több mint 70 küzdelem van már a mögötte, illetve hát a legjobb tudomásom szerint ő a Táj király előtt is küzdött egy nemzetközi versenyen. Tanult ön is valami újat tőle, amivel még nem találkozott? Igen. Hát maga a mozgás, tehát hogy ugye ütni, rúgni, mert nem mindenki tud, még egy kisgyereket megnézzük, az is tudja. Itt igazából abban van különbség, hogy hogy alkalmazzuk a kombinációkat, milyen sorrendben, hogy tekerjük a testünket, hogy helyezzük a testszögeket az ellenfélre, ettől lesz erős vagy nem erős együttés vagy rúgás. És a Szarájút mester ennek a szakértője. Szerinted miben különbözött ez a fajta pusztakezes harc, mint amit eddig tanultál? Hát nekem ott kezdődik, hogy eleve fordított állással kezd, mert nekünk a jobb lábon elő, nem a bal láb. A másik meg engem kicsit úgy zavar a kesztyű, mert a filipino boxnál nyitott tenyérrel küzdünk, a nyitott tenyerünket használjuk támadásokra. Tehát azzal zavarjuk össze az ellenfelet, illetve azzal ütünk. Te jól láttam, mert küzdöttél Szarájút mesterrel, örülünk, hogy sikerült túlélni. Milyen élmény volt? Hát először is én is nagyon örülök, hogy ezt túléltem. Nagyon gyors, hát azt tűnt fel a legjobban, hogy hát egyszerűen képtelenség bármivel is megfogni, akár egy rugással bepattani, vagy egy ütést elhelyezni, hát ez gyakorlatilag lehetetlen, de hát a mestertől, hogy amit is várna az ember, hát gyorsnak kell lenni, körülbelül számítottam. Fiatal harcosként milyen volt egy mesterrel küzdeni? Jó volt. Nem harcolt el, nem úgy, mint a felnőttek ellen, de egy élmény volt úgy küzdeni, hogy ő már sokkal régebb óta csinálja, és látszottak is a technikáin, hogy jobban célba találtak. Mi újat sikerült elsajátítanod tőle? Például ezek a könyöklések, valamint a lábra irányuló rugások, egyáltalán eddig még nem is próbálgattam, és elég hasznosnak bizonyultak. Mire a legbüszkébb eddig pályafutása során? A legbüszkébb azokra a sérülésekre vagyok, amikből fel tudtam épülni, és tovább tudok küzdeni a töréseimre. Van valami álma, amit mindenképpen szeretne még elérni? Amikor kicsi voltam, volt egy álmom, amit 17 éves koromra tudtam elérni. Ez volt talán az az álom, ami a legfontosabb volt az életemben, de természetesen, mint egy harcosnak mindig újabb és újabb célokat kell kitűznem magam elé. Hogy érzi magát Magyarországon? Milyennek találja a magyar harcosokat? Imádom Magyarországot, remek hely, és imádom a magyar embereket. Nem először vagyok itt, és nagyon szeretem az ételeket, nagyon szeretem az embereket, a kultúrát, úgyhogy ezért is próbáltam úgy intézni, hogy ismét itt lehessek. A magyar harcosok nagyon
nagyon jók, nagyon kemények, de teljesen másképp küzdenek, mint mi. Éppen ezért igyekszem tanulni is, amennyit csak lehet. Az edzés közben azt láttam, hogy nagyon büszkén nézi a tanítványokat. Igen, nagyon szeretem, nagyon szeretek tanítani, különösen akkor, hogyha ismerem azokat az embereket, akiket tanítok. Tamással egy edzőteremben tartjuk az edzéseinket, ő az eszkönyvkutató, és amikor megkért, hogy segítsek edzeni a tanítványait, akkor szívesen tettem.